a magyar, a román, és a francia himnuszt adta elő a Promuzika kórus a helyi románság által szervezett Frankofónia napi ünnepségen. A Frankofónia nemzetközi szervezetének azon országok a tagjai, amelyekben a francia nyelvnek és művészetnek meghatározó szerepe van a kultúrában. Románia, ahol a lakosság 24%-a érti és beszéli a nyelvet, 1993 óta tagja a szervezetnek. Érdekes kezdeményezés, ugyanis itt Gyulán mi ezt nem ünnepeltük a román közösségen belül se, hiszen már évek óta nincs francia nyelvű oktatás az iskoláinkban sem, viszont amióta Gyulán megnyílt 2006-ban a Románia főkonzulátusa, azóta, mivel hogy Románia frankofon ország csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, azóta a közösségen belül is a konzulátussal együtt megünnepeljük a frankofónia ünnepét. A köszöntő beszédekben a francia és a román nyelv és kultúra történelmi kapcsolatát hangsúlyozták. Az ünnepségen a román gimnázium diákjai adtak elő francia irodalmi műveket román nyelven, utánuk az aradi Ami Frant társulat lépett fel. A vendégek között helyet foglalt a román konzul, valamint két aradi egyetem vezetői is.